Szeretettek, köszöntök mindenkit! Azért vagyunk ma itt mindannyian, mert hiszünk abba, hogy Magyarország mindannyiunké. Ha pedig őszintén hiszünk abba, az azt jelenti, hogy mások problémája, mások baja, mások szenvedése, a mi problémánk, a mi bajunk és a mi szenvedésünk is. És ki kell tudni mondani hangosan és egyértelműen, az elmúlt évtizedben magyarok millióinak sorsa fordult sokkal rosszabbra. 12 évnyi Orbáni politika oda vezetett, hogy ma már alig van olyan család, amelynek ne lennének súlyos megélhetési gondjai és félelmei. Kevesek kiváltsága nem ismerni olyan családot személyesen, akinek nehézséget okoz a hónap vége. Ez nem véletlen, a kormány legfőbb politikai célja, hogy konzerválja a fideszes kiváltságosok köré épített magyarok milliónyit függőségi tartó rendszert. Nem csak néhány évre, de a következő évtizedekre, sőt, akár évszázadokra is. Egy olyan új kiváltságos elitet teremtettek, amely megengedheti magának, hogy a gyerekeit külföldi magániskolákba járassa, vagy magánegészségügyben gyógyuljon. És közben több millió pályakezdő fiatalnak szinte az egész havi keresetét lakhatásra kell költenie. Arról már nem is beszélve, amikor a családot is, szeretnék, a családot is szeretnének alapítani, hiszen számukra már az első gyermekvállása is komoly kihívást jelent. És közben több millió magyar arra van kárhoztatva, hogy a szándékosan lezülesztett egészségügyben próbáljon túlélni. Hogy a szándékosan lezülesztett oktatási rendszeren keresztül próbáljon kitörni két pedagógus sztrájk között vagyunk. A tanárok ma éhbérért küzdenek, hogy ebben az országban a jövő nemzedékének legyen bármilyen jövője. Mert ne felejtsük el, az ő jövőjük a mi jövőnk. A tanárok küzdeme pedig a mi küzdelmünk is. Lehet, hogy sokaknak nem egyértelmű, milyen emberfeletti cselekedet az, mekkora bátorság van bennük. Követelik a nekik járó szakmai megbecsültséget, az egzisztenciális biztonságot, a mindenkinek járó emberi méltóságot. Hiszen a rendszer ezt veszi el tőlük, és ezáltal mindannyiunktól. És amikor elképesztő, cinikus módon a pedagógus rákot egy rendelettel betiltják, a tanárok akkor sem hátrálnak meg hanem polgári engedetlenséggel üzennek. Ez most nem csak róluk pedagógusokról szól, hanem a jövő generációiról. Lassú kivéreztetése az ez Magyarországnak, amit nem nézhetünk tovább tétlenül. Ezért április harmadikán leváltjuk ezt a kormányt, és új rendszert építünk. Legyen Magyarország újra mindenkiért. A cél egyértelmű, dolgozzunk érte közösen. Köszönöm szépen.